Miniszterelnök úr, szerintem ön hibát követ el, amikor azt hiszi, hogy az oktatás felszámolásával megszilárdíthatja a hatalmát. És nem csak azért, mert színvonalas oktatás nélkül nincsen jól teljesítő társadalom. Önök az egyetemek állami támogatásának a felét elvonták, ami példátlan. Az egyetemeket diplomagyárakká akarják lefokozni, a hallgatókat terelhető nyájként kezelik. A közoktatásban pedig egyen tananyagot vezetnek be egyen gyerekek számára. Lehet, hogy a magyarok többsége önállótlanabb, mint a nyugati társaik, de hiba azt feltételezni, hogy a kormánytól várják, hogy döntsön a jövőjükről, vagy hogy a szülők éppen öntől vagy Hoffmann Rózsától szeretnének nevelési tanácsokat kérni. Akkor is hibát követel, amikor megpróbálja kordában tartani, vagy úgymond helyes mederbe terelni a kultúrát és a művészetet. A nemzeti kics kultúrája, az, amit önök megpróbálnak piedesztára emelni, az a kutyának se kell. Az másra se jó, mint hogy viszájcítani, pénzt lenyelni és sértett dilettánsokat hajbókolásra bírni. Én egyetemi oktató vagyok, a kortárs kultúrával foglalkozom, és bizony a szívem szakad meg, amikor azt látom, hogy színvonalas oktatási kulturális intézmények vergődnek, vagy éppen már meg is szűntek. De hiba volna azt gondolni, hogy az intézményeknek a megszüntetésével hagyományokat is meg lehet szüntetni. A történelemből tudjuk, hogy még a legrettenetesebb és leghosszabb diktatúrák alatt is szinte csodálatos módon életben maradtak az elfolytani akart tradíciók, és én biztos vagyok benne, hogy ez így lesz most is. Miniszterelnök úr, én azt gondolom, hogy ön téved. Téved akkor, amikor azt hiszi, hogy az elit értelmiséget egyszerűen le lehet cserélni. Téved akkor, amikor azt hiszi, hogy ez egyszerűen annyit jelent, hogy az ellenzéki értelmiséget meg kell büntetni, és meg kell félemlíteni, és a helyére be kell tenni, és meg kell jutalmazni azokat, akik támogatják a kormányt. A Komáj újságírót tévedés katonaiskolai növendékre lecserélni, még akkor is, hogyha ez egy nagyon harcos leendő katona. A komoly közgazdászt tévedés lecserélni párthű látnokra, a komoly nyelvészt tévedés lecserélni rovás írás szakértőre. Nem lehet egyszerűen másokkal helyettesíteni a színvonalas értelmiséget, és azért nem lehet, ott tévednek önök, mert ezek az emberek nem az előző urak kegyelméből kerültek oda, ahova kerültek. Nem a pályázatoknak és a kinevezéseknek köszönhetik a tekintélyüket, hanem annak, hogy műveltek, tehetségesek, szorgalmasak és tanultak. Ezért kíváncsiak az ő véleményükre az emberek. A hasbeszélőkről nagyon hamar kiderül, hogy hülyeséget beszélnek, és senki nem fog foglalkozni velük. Miniszterelnök úr, önnek látszólag nagy ívű tervei vannak Magyarországgal kapcsolatban. Én azonban úgy látom, hogy ön a lehajtott fejek társadalmát, a közöny társadalmát, a szűklátós körűség társadalmát próbálja építeni. Márpedig az emberek szerintem nem ilyenek Magyarországon. Azt hiszem, inkább most tanácstalanok és elkeseredettek. Azért tanácstalanok és elkeseredettek, mert azt látják, hogy a kormány kihúzza a lábuk alól a talajt, hogy a kormány felszámolja a legfontosabb erkölcsi fogózóikat, a jogot és a szolidaritást. Azt látják, hogy a kormány még a saját maga által hozott törvényeket sem tartja tiszteletbe, és hogy képes arra, hogy a legnyomorultabbakat vesse oda koncnak a kicsit kevésbé nyomorultak elé. Szerintem az emberek nem hülyék, és nem dőlnek be ennek. Már csak azért sem, mert pontosan tudják, hogy ők is a törvény elé kerülhetnek holnap, és ők is lehetnek még nyomorultabbak, mint amilyenek ma. Miniszterelnök úr, szerintem önnek eddig háromszor volt történelmi lehetősége. Az első alkalommal kétségkívül élt is vele. Én a rendszerváltáskor voltam fiatal felnőtt, akkor váltam tulajdonképpen felnőtté, és sokakkal együtt én akkor azt tanultam meg, hogy a politikát lehet tisztelni, a politikát lehet nagyszerű dolognak tartani, még akkor is, hogyha nem feltétlenül tartunk nagyszerűnek minden politikust. Az alatt a két év alatt azt tanultuk meg sokan, amit előtte az elődeinknek talán 100 év alatt sem sikerült,
hogy van értelme kiállni az igazunkért, hogy vagány, élvezetes, értelmes tevékenység lehet nyilvánosan megfogalmazni azt, hogy milyen világban szeretnénk élni, és megpróbálni másokat meggyőzni ennek az igazságáról. Megtanultuk azt is, hogy a múltat nem lehet megváltoztatni, de igenis lehet tanulni a hibáiból. Én 18 évesen irigykedtem a rendszerváltókra, és felnéztem rájuk. Nagyon igazságtalan lenne, és egyáltalán nem azt szeretném mondani, hogy kizárólag önthet arról, hogy az emberek ezt a hitet és ezt a politika iránti nagyra becsülést elvesztették az elmúlt 20 évben. Azt azonban igenis megbocsáthatatlannak tartom, hogy a másik két alkalommal nem élt a történelmi lehetőséggel, akkor, amikor kormányra került. Nem használta ki azt, hogy tiszta lappal indul, nem használta ki azt, hogy betemethetné végre az árkokat, hogy megpróbálhatná begyógyítani a 10 vagy akár 100 éves sebeket. Ehelyett pedig az elődeinek a legrosszabb hagyományaira támaszkodva ön is a megosztásra, a gyűlöletkeltésre játszott. Ha ma az emberek legyintenek a politikára, az bizony nagyban ennek is köszönhető. Azok, akik ma hozzám hasonlóan a civil politizálásban próbálják meg újra átélni, vagy újraéleszteni a rendszerváltásnak a lelkesedését és a reménykedését, azok bizony már bölcsebbek és keserűbbek ezzel a csalódással. De ne reménykedjen, ez nem jelenti azt, hogy nem fogunk elmenni szavazni. Miniszterelnök úr, szerintem ön fél. Azért gondolom, hogy fél, mert kerüli a nyilvános vitát, soha nem ült le például az igazi változást, az igazi reformot akaró egyetemistákkal és egyetemi oktatókkal, hogy megvitassák az alapelveket és a konkrét terveket. Azért gondolom, hogy ön fél, mert nem néz szembe a kritikával, nem próbál meg rá válaszolni, hanem ehelyett inkább mindig a hátsó kijáratot keresi. De előbb-utóbb a hátsó kijáratnál is várni fogják. Van azonban egy jó hírem is, miniszterelnök úr, nem kell félnie. Ha így folytatja, nem tart már sokáig.